Biztosan sokan ismeritek és szeretitek az ázsiai pirított tésztát, na a mai kaja is nagyon hasonló lesz ehhez, viszont ma az ázsiaiak lepacsiznak az olaszokkal és csinálunk egy ázsiai pirított nyokkit. Először a nyokkival fogunk kezdeni, ehhez van nekem egy kevés áttört, kiült burgonyám, áttörés után kigőzölögtettem őket, hogy minél kevesebb víz maradjon bennük. Beleteszünk egy tojást, sózzuk, borsozzuk, most hozzáadjuk a lisztet, itt igazából nincsen exakt recept, nekem kb. 100-120 g-ot szokott fölvenni, de ez nagyon függ attól, hogy mennyire nedves a burgonya, mekkora a tojás. Az a lényeg, hogy ne toljátok túl benne a lisztet, ne legyen ragacsos, de ne legyen túl kemény se, könnyen formázható legyen. És most következik a nyokik formázása, ez megszórom a deszkát rétes liszttel. Ez azért jó, mert nem tapad rá annyira a tésztára, kevésbé lesz lisztes. A tésztát olyan vastagságúra nyújtjuk, amekkora nyokikat szeretnénk, ezután felszeleteljük őket csíkokra, kicsit meg... Mit csinálunk vele? Majd egy henger formázunk a csíkokból, és utána már könnyedén tudjuk szelni belőle a nyokikat. Amíg a nyokikat kiformáztam, közben föltettem egy lábos vizet forni egy kis sóval. Az a lényeg, hogy ne lobogjon, nagyjából gyöngyözzön, de mindenképpen forró legyen a víz. Az első nyokik már fel is jöttek a víz tetejére, úgyhogy szedjük ki őket egy szűrőkanállal, egy tepsire. Miután kiszedtük a nyokikat, félretesszük őket lehűlni lepirításig. A nyokik ki is hűltek, úgyhogy repülhetnek bele a forró, kiolajozott fogba. Én ugyanazt a serpenyőt használom, amiben a nyokit pirítottam, rakok bele egy kis olajat. Majd rádobom az ázsiai szent háromságot, ami aprított csili, reszelt fokhagyma és reszelt gyömbér. Ha már átpirult egy picit a gyömbér, a fokhagyma és a csili, hozzárakjuk a felkockázott csirke mellett. A csirke után rögtön mehet is bele a felszeletelt vöröshagyma. Sózom és teszek rá egy kevés ötfűszerkeveréket is. Amíg pirul a csirke, addig a répát julienre fogom vágni. Ha valaki nem tudná, mi az a julien, az tulajdonképpen egy nagyon vékony hasáb, most meg is mutatom, hogy kell ezt elkészíteni. Ha megvagyunk a répával, hozzá is tehetjük a piruló húshoz. Figyelem, a következő képsorok olasz nézőink nyugalmának megzavarására alkalmasak. A szeretett kis krumpli gombócuknak a mártásába először is ketchupot fogunk tenni. A következő elem a szójaszósz, méz, és felhúzzuk egy kevés narancslével. Jöhet rá a zöld borsó, és rögtön utána az előre kikevert mártás is. Ha túl sűrű, öntünk hozzá egy kevés vizet, és egy pár percig így összeröttyöntjük az egészet. És ha kész a szósz, repülhet is bele az előzőleg lepirított nyokki. Tálalásnál az étel tetejére egy kevés finomra vágott újhagymát és durvára vágott mogyorót fogok szórni. Srácok, ez a kaja nagyon királyul néz ki, már csak az maradt hátra, hogy megkóstoljuk. Ez az étel nem csak szép, hanem nagyon finom is, nagyon jól működik az ázsiai hangulatú szósszal, krumpli gombóccal, úgyhogy nagyon ajánlom, hogy próbáljátok ki, kövessetek minket minden platformon, sziasztok!